mindenek előtt, kedves vendégeink, hallgassák meg Sompai Kara Dávid etnológus hongolista felvallását. Ezzel a hangszeren szeretnék egy kis versenyzői hangulatot kelteni. Ez eredeti hangszer, az Altaj hegységből való, ez Mongolia nyugati részén van, és az ott élő kis mongolia, tehát török nyelvű népcsoportok, Urianhaik és Kubák egyik népdalát hoztam el, ha fogadják szeretet. Részünkre, amit ezúton is nagyon-nagyon köszönünk, és át is adom neki.
a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt vendégünk, kedves egybegyűltek. Ma Berlinben élő, tehát nyilvánul mondható rész, alkotásaiból álló kiállítás megnyitója vagyok. A mai kiállítás lényegét én azzal hoznám, vonnám párhuzamba, amikor 150-170 évvel ezelőtt a mentetek, vagy illetve mentett államok olyan, tehát azon kezdte gondolkodni, kik vagyunk, hova tartozunk, meg milyen úton, merre haladunk tovább. És válaszok eltártak, elfaladott a csuk Hefte utca. Mi, és ilyen időben élünk most. Az én szememben a most kiállító mongol képzőművész munkássága erre határozottat választ nyújt. A alkotói tevékenységet Dante munkájához hasonlítanám, az isteni szintnek játékhoz. És Dante ezt a nagy művet a világ klasszikussá vált ekkoszt az 1300-as években írta, amikor berber irodalmi nyelv a latin volt. Ám Dante saját olasz nyelven írta, hoztán nyelven, annak a Firenzei dialektusában írta meg a művét. Számára az volt a fontos, hogy mindenkihez szóljon, és mindenki megértse. Szóval saját népenet írta. Atta is a hagyományos mongol festészet technikával dolgozik, mint a Dante a saját anyanyelvben, ő is nagyon jól megtanulta magad ezáltal, kicsit a ő és hova tartozik. Ilyen szempontból a nemzeti identitását teljes mértékben kifejezi, nem a divatos fősodor alapján halad, hanem jellegzetes, sajátságos mongol képzőművészetet tudott létrehozni. Ezt szeretném hangsúlyozni önöknek, és örülök, hogy létrejött ez a szép kiállítás, és találkozhatnak ezekkel a szép képekkel, a jelenleni nehéz járványtól nehezített helyzetben is. És akkor átadtam a szót Mongógya Budapestinak kevetnek, Batoir úrnak, és köszöntse röviden a jelenlegöket. Köszönöm szépen, és engedjenek, engedjenek meg néhány szót mongolul mondani, mivel közelte szeretném mondani a művész úrnak, aki nagy eleme még nem tanult, még nem beszél magyarul, még mennyi van neki, úgyhogy engedjenek meg magam néhány szót mondani. Szeged mongol,
хэлэхээр нэг том үзэсгэлэн бийлдсэн байсан. Тэрэн дээр бол Монгол угсаатай олон том уран бүтээлчдийн одоо бүтээл хэрэг үүсэн хамгийн наад зах нь одоо Монгол уриадын алдартай баримт шин намда ковын бүтээлүүд их ямар бүтээлүүдийн эрхийг хүртэл яриа сууж исэн хамсалтай юм уу гэдэг нь болоод байна. Тэгэхээр энийг ийм үүдүүд хэлэх гэсэн. Тэгээ энэ хэдийгээр одоо хүн хэцүү үе байгаа ч гэсэн богино хугацаанд бүгдээрээ олон хүнийг аль болохоор олон монголчуудаа идэж үзүүл яаж ингэж хэлж байна. Но адис гондот монд монголш мост ангил яг юм уу юуны ханс мондот тэнэ бүх комьюнитис нэ адис агац сер юкас од юк окей виде юкас костис их од бинда трудно да е дипкитен ту юк шами да сер етен осе мартен ако киа е таш на конда иш виде викта и не хан викта но од монгол сер е так монгол ки од юк ки ко джунг ми ки ко джунг ко мон ки ко монгол ки ко моджо ми во копчо ми во тортена ми ерт ирунг ми ерт мост маскот вишер Most mi történik fog? Ugye ez a végtelen kérdés. Élet is végtelen. De nem csak élet végtelen, hanem életben történő történetek minden végtelen. És amikor bejöttem, illetve néhány napban ezelőtt, amikor találkoztam a Murisz úrra, akkor a meghívót látva nem annyira éreztem azt a végtelenséget. És amikor most beléptem a terembe, akkor éreztem a végtelet. És most már végtelen. Végtelenség közében vagyok. Mivel végtelen, nem lesz vége. Úgyhogy ennek a kiállításnak se legyen vége. Ennek a szép barátságnak, akit testvérjének se legyen vége. Az életünknek, a boldogságunknak, az akaratunknak soha ne legyen vége. És nagyon szépen köszönöm a művészornak, és tényleg annak is szeretnék köszönetet mondani, aki még nem jött létre, nem jött volna létre ez a kiállítás Kámbold úrnak is, és mi persze a József Fáros kövérjének is nagyon szépen köszönöm. Nem csak úgy, hogy én nagyon szoktam magamat mondani arra úgy, hogy én mesti gyerek vagyok. Hát 4-es, 6-os fiam most lehet, hogy én legtöbbször használtam annak idején, de soha nem gondoltam, hogy itt a 4-es metra mellett, a 4-es és 6-os villamos mellett egy nagyon kiváló mongol művész úrnak kiállítási megnyitója magyarul szólni. Ez nekem soha nem gondoltam, és ez nekem egy megint egy nagyon nagy példa a végtelenség. És ne legyen még a boldogság. És mindenkinek nagyon szépeket kívánok, és nagyon remélem, hogy nagyon hamar maszk nélkül is tudunk, békeidőben is tudunk vitatkozni, hogy mi a végtelenség, és az arra gondolkozni, hogy mit tudunk csinálni, de lényeg szerintem az, amit én próbálok olvasni a képektől, ki vagyok én, vagy ki vagyunk mi. Ezt a választ a kérdését keresünk, régóta keresünk, unokúton is, sőt, még Tatárjárcsban is keresünk. Sőt, még a diplomáciai kapcsolatot létesítettünk 1950-ben, akkor is kerestünk, most is keresünk. És nagyon szépen köszönöm az emberleg élete keresés, és akkor nagyon sok sikert kívánok keresésre. Nagyon szépen köszönöm. Kiállítás, egy nagyon színvonal, szép kiállítás, és az identitásról,
csodálatos gondolatok hangzottak el. Eszembe jut az Fülep Lajos, a nagy magyar filozófus eszpéta, aki úgy írt a magyar művészetről, hogy a nemzeti művészet és az egyetemes találkozik. Hát itt a mongol és az egyetemes művészet találkozásáról van szó. 7 pontban összefoglaltam 7 tézisben a gondolataimat a kiállított képekkel kapcsolatban. Hát először is az első tézisem, amit ki szeretnék kifejteni, hogy Otko a középkori a 9. a 15. században létező lámaista, mahájána, buddhista, homlokzat festészet, az imazászló festészet és a miniatúra festészet hagyományaira épít. Mondhatnám, hogy szintetizálja ezeket a hagyományokat, ugyanakkor teljesen egyéni, autonóm, autentikus képi világot teremt. Tehát nem csak a hagyományt követi, tehát utánozza az ősöket, hanem egy önálló, autonóm, egzisztenciát alakított ki, és egy önálló művészetet. Nem véletlen, hogy a nemzetközi műkereskedelem azonnal ráérzett erre a tiszta hangra. Táblaképein kiválóan tanulmányozható a 4 őselem. A 4 őselemmel kezdem mindig a műelemzést, a föld, víz, tűz, levegő. Ez a 4 őselem a keleti meg a nyugati kultúrát összekapcsolja. Nézzük meg ezeket a képeket. Én a keltes nyitókon abban szoktam segíteni, hogy elmélyüljünk a szemlélődésben. A föld, mint a szilárdság. Hol vannak ezeknek a képeknek a szilárdpontja? A víz, a képlékenység, a folyékonyság, az áramlás. A tűz, a robbanás, az életerő. A levegő pedig maga a lélek. Amire most nagyon vigyázunk kell a koronavírus idején, mert ez valami sátáni erő, ami megvizeteli a világ népeit, mint a nagy járványokon. Na most ezeknek az őselemek hogy élnek egymás mellett, hogy szervülnek egymáshoz, hogy alakulnak át egymásba, és hogy kerülnek harcba egymásra. Tehát milyen küzdelem van között. Ez az első gondolat. Otkónak a festészetében, a monumentális festészetében a képi szerkezet, tehát van egy monumentális nagy szerkezet a képeinek, ugyanakkor a miniatúra festészet formavilág is megjelenik, és ez szép egységet alkot. Valójában ez a legnagyobb probléma a festészetben, hogy hogy tudunk egy egységes kompozíciót létrehozni, és hogy lehet a részleteket megoldani. És hogy nem öli meg a részlet az egész és a résznek a dialektikáját. Ezt különben Hegel fejtette ki legizgalmasabban a filozófiában. Organikus formavilágában a növény, állat és az emberi formák dinamikus egysége érvényesül. Itt olyan állatok is vannak, meg olyan növények, amik már rég kihaltak, mert az ős történetben is visszatér. Nagyon izgalmasan. Én ezt a festészetet rokonnak érzem a nagy nyugat-európai középkori festővel, Hieronymus Busch művészetével. Igaz, hogy ő a paradicsomot, meg a foklot, meg az egész 1000 éves birodalmat festette meg. Hát itt is arról van szó, csak egy több 1000 éves birodalom. Harmadik. Otkónak a táblaképei nem mélységi tér van, hanem egyfajta transzcendentális sík tér jön létre. Itt pedig én úgy érzem, hogy rokonságban a nyugati művészetben William Blake képeivel a mozgóformák zuhatagában felfedezhető egy-egy centrum, tengelypont, tisztása sűrű erdőben. Tehát, hogyha valaki meg akarja nézni ezeket a képeket, mivel 6-7 év alatt készült és 30-40 ezer figura van rajta, le kell ülni, amikor nyit a galéria és végig tanulmányozni, végig az alapokat. Ezt ő finom lelki pontosságra hallottam. Nagyon különös festészet. Negyedik tézis. Otkó intuitív festő, így azt az emberi test, lélek, szellem történései nyomon követhetünk a képező, mint tudatalatti események. Ugyanis az intuíció az azt jelenti, hogy ráérzek valamire, nem tudatosan, hanem megérzek valamit. Ő mutatta, hogy a fejből hogy jön le fel a testbe, akár csak látom már ezek a történések. A végtelenbe vezető meleg és itt vannak a színek. Végtelenbe vezető meleg és hideg világ. Ezek a kékes világ, amik az ünnepélyes hangzást adnak az egész térnek. Az izzó vörösek.
Ezek vérvörösek, meg tűzvörösek. Ez főleg tűzvörösek. Simogató melegzöldeket, ezek a melegzöldek a legizgalmasak. A szívderítő meleg sárga. A tisztaságot megtestesítő fehére, ahogy felüdítik az ember. A fehér az a tisztaságnak a szintén. Ötödik Jézus. Otkó kompozíciói nyitotta, nemületőre kiállításnak és a végtelen a címben. A végtelen teljesség felé vezetnek bennünket. A horizontális, hogy magyarul beszéljek, vagy nemzetközi nyelven, horizontális, vertikális, előtér, diagonális előtérben egy át, tehát egy mozgalmasságban, de a diagonális előterek pedig centrális, centrifugális, spirális előtérbe vezetnek, hogy tudományosan közelítsük meg. Van az egészben egy spirális örvénytés, kozmikus örvénytés ezeken a képeken, és van egy tenger például ezeken a képeken, ahol meghúzza a keresztvonalat, a függőleges visszajutás. Hatodik Péter, a legutóbbi képei a koronavírus beköszöntését követő magánybeli tervezőképről van szó, született, módj illott egy antropológiai történeti számvetésre, a földtörténeti őskortól napjainkig, a kinyíló élettől halál zárságáig, egy ilyen nagy táplakép 6-7 évig készül, mint mondta, 30-40 ezer alatt mozgása szervesen kapcsolódik egymáshoz, örvénylő egységet alkot, és valahogy ez a mozgás, ezek az alakoknak az egymás mellettisége, egymásból következése, a lelki történéseikről szól. Nem az egyéni lelki történéseikről, hanem a közös lelki történéseikről. Ami legalább úgy megvan a magyarban, németben, mongolban, franciában, valamelyik szláv népben. Első dinamikus mozgások valójában, van közöttünk valami mély rokonság, csak történelmi részek ezt még nem fedezték fel. Hetedik, Otkónak képei milyen szellemi kanadra invitálnak bennünk. Hát a lélekkel foglalkozik, itt lélekvonalak vannak, lélelki történések és szellemi történések, tudatalatti, intuitív történések, de tudatos képépítési történések is. Elsősorban az ember és a természet kapcsolatára hívja fel a figyelmünket. Arra, hogy mi a nagy egész részei vagyunk, és ez örömmel tölt el bennünket, mikor az egésznek a részei. Nem individuumok, nyüzsgő individuumok, hanem az egész részei. A másodszorban az emberi drámát jeleníti meg, mert ebben van valami akármilyen kellemes, szép színegyesül vele, különös emberi dráma, és ennek kedvenc barátom is vár, érzett, irodalom történt barátom, a Dante isteni színjátékkal párhuzamba állítható. Harmadsorban pedig a belső harmóniáról szól, amit mindannyian keresünk, a szorongás leküzdéséről szólnak ezek a képek is, még legjobb nagy műalkotás. A lelki egyensúlyra, megmaradásukra hívja fel a figyelmet. Nem véletlen szerepelnek ezer számra kedves női alakok. Szerintem meg is egyeztük, hogy miért nem férfi veszel alakokat állandó. Én is ugyanúgy az ő pártján állok, hiszen a nő az a termékenység, a megmaradás szimbóluma. Nézzük meg ezek a miniatúrák precizitásában megfestett képekkel, hogy ezeket a női alakokat milyen szépen kapcsolja egymáshoz. Férfias rendülettel. Elmélyült szemléletet is kívánok a kiállításhoz, ez az a kiállítás könyvén. És most átadnám a kiállítás megnyitó fonalát Barbics Ivánnak, aki csak zenészként apostrofálja magát egyre szerényen. Nem is apostrofálja magát, mert utálja, két hangszert hoztam, de lehet nyugodtan járkálni, nézelődni. Az egyik a tárogató, amit régen volt a fújó. Most nem részletezem a történetét, és én azt gondoltam, hogy a másik hangszerem, ez a mongol hangszer, amit nemrég kaptam, hogy ez szoros rokona. Hát rokona nem olyan szoros, és
Ugye azt lehet olvasni az interneten, hogy már Dajkán útbarában is volt ilyen. Csak akkor nagyon veszélyes volt rajta játszani, mert ugye aki hamisan játszott, vagy libanyagot fújt, hát annak nem a fejét verni. Most már ez a veszély nem áll fel, úgyhogy én is próbálom rajta, amit fújt. Hát akkor a esélye volt a szemben. Egy kis figyelmet kérnénk szépen, jó? Hogy majd hallgassuk. Na ez hangos lesz, jó volt. Thank you.